Szeretettel köszöntünk mindenkit. Hiszük, hogy szép napunk lesz minden tekintetben. Akkor a János evangéliumából a második rész első és következő verseit olvasom fel. A harmadik napon mennyegző volt a Galilei Kánában, ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort? Jézus tart valami jót, valami jobbat neked. Ezt tette Jézus. Jézus első jelként a Galilei Kánában így jelentette ki a dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Kis előkészítő ebben a témában, tehát a fogalmak Kána, az Názárettől 14 kilométerre volt. Sikerült eljutnunk ugye Kánába, és hát ilyen régi cserépedényeket láttunk. A mennyegző nagy családi ünnep volt mindig, és ez volt a kor szokása, hogy először a lány szülei és a fiú szülei beszélgettek, megállapodtak egy összegben, mert a lányt nem ingyen adták. Nem úgy volt, hogy Juliska itt vagy, és akkor holnap már megtartjuk az esküvőt, hanem azt mondták a lányosháznál, na fiam, mit tudsz fizetni? Találunk a Bibliában egy ilyen helyet. Jákob meg akart nősülni. Kit is akarta elvenni feleségül? Ráhelt akart elvenni feleségül is. Azt mondta Jákob, azt mondta Lábán Jákobnak, 7 évig kell dolgoznod ingyen, és akkor megkapod a nőcit. Tehát idézem is az igét, így szolgált Jákob Rebekáért 7 esztendeig, és figyeljétek meg, de ez csak néhány napnak tűnt neki. Annyira szerette őt. Pont. 1 Mózes 29:20. A mennyegző úgy alakult, hogy mielőtt beállt volna az est, akkor indult el a vőlegény a barátaival együtt a jegyességhez, tehát a lányos házhoz, és ezután a mennyasszony
a társnőivel együtt követte a vőlegényt, és akkor elindultak a fiús házhoz. Szokás az volt, hogy ott tartották a mennyegzői ünnepséget. A lakodalmas menne az utcákon vígan énekelt, táncoltak, kurjongattak, és hát így fáklya fény kíséretébe tették meg az utat. Tehát az esküvőt általában a vőlegény házába tartották, a gazdagabbak 7 napig tartották az esküvőt, aztán voltak, akik 2 hétig is elnyújtották az esküvőt, a szegényeknél azonban csak 2 napig tartott az esküvő, mert hát a nagy rokonságot nem tudták úgy vendégül látni. Hát itt valami történt, amikor elkezdődött ugye az ünnepség, hamarosan hát Mária, Jézus anyja jelezte Jézusnak, hogy elfogyott a bor. Hogy mi fogyott el? Hogyha már hívők vagyunk, akkor hogy a szeretet, a reménység, a megértés, vagy mi az, ami elfogyott? És hogy mindenki hallgatott ott, minthogyha nem történt volna semmi, egyedül Mária vette észre, hogy elfogyott a bor. Mária részéről nem volt semmiféle követelőzés vagy tanácsadás, csak közölte a tényt, hogy elfogyott a bor. És Jézus azt mondta neki, hogy így van ez görögül valahogy, hogy nem rám tartozik, és nem rá tartozik. Hát persze Jézus először is arámul beszélt, és ezt így lehet valahogy fordítani, hogy nem rám tartozik, és nem rá tartozik, asszony. És Mária megértette a Jézus szavát, és szólt a szolgáknak, hogyha valamit kér tőletek, ha olyan dolgot is kér Jézus tőletek, ami emberileg teljesíthetetlen, hogy akkor is tegyétek. Ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy Mária abban segített a szolgáknak, hogy a Jézus szavának feltétel nélkül engedelmeskedni kell. A Jézus, ha mond valamit, nem lehet felülbírálni és azt mondani, hogy hát nem a násznagy mondta, nem a gazda mondta, hogy mi ide vizet hordjunk, hanem hogy el kell fogadni fel, amit néktek mond, hogy azt tegyétek. Tehát amint Jézus parancsot adott volna, oda ment a kővedrekhez, és látta, hogy üresek. A mózesi törvény szerint a zsidó családoknál volt ilyen rituális megtisztulás. Ezért tartottak vizet. Tehát sok mindent meg kellett tisztítani a törvény szerint, nem csak a kezüket, hanem egyéb más vonatkozásban is. És hogy Jézus úgy találta, hogy üresek a kővedrek, és hogy a család formálisan tartja a szabályokat. A kővedrek ott vannak ugyan, de üresek. És amikor Jézus azt parancsolja, hogy töltsétek meg vízzel, akkor felhívja a figyelmet arra, hogy a rituális tisztaság kevés.
Vagyis Jézus azt nyíltan megmondta, hogy farizeusok, írástudók, a korsóknak, edényeknek a külsejét tisztogatjátok, hogy az rituálisan tiszta legyen, de hogy mi van benne? A mocskot benne hagyjátok, nem tisztítjátok ki, ami benne van. Tehát Jézus vére, az áldozata tesz új emberré minket. A külső rituális mosakodás, üres szívvel történő áldozatoknak nem volt értelme, hanem annak volt értelme, amit Jézus tett. Erről a csodáról azt kell tudnunk, hogy Jézus első messiási csodája volt. Melyik napon is történt ez a csoda? Tessék? Nem. Melyik napon történt? Melyik napon történt? Olvassátok el az első mondatot. Hét első napon. A harmadik nap melyik volt? Vasárnap volt az első nap, hétfő volt a második nap, kedd volt a harmadik nap. Tehát a harmadik napon. Tehát ekkor tette Jézus az első messiási csodát, és a bor az a Jézus halálát jelentette. És Jézus az első jelben, az első csodában már jelezte, hogy ő mint messiás meg fog halni. Az ő vére fogja a tisztulást hozni az emberek életébe. Nincs más, hogy igyekszem, törekszem, meg próbálok kis adományokkal, ezzel, azzal valamit hatni Istenre. A vízből, tehát igen jó bor lett, ezt megállapította a násznagy is, és hát igen, az Úr valami jobbat ad, mint amit eddig megismertünk, hogy van valami jobb. És még itt az jellemző ebben az esetben, Jézus teljesen mellőzte a feltűnéskeltést, rejtetten csinálta. Nem az történt, hogy előállt ott a lakodalmas nép előtt is, azt mondja, ha hallotta, anyám mondta, hé, elfogyott a borotok? Na most majd én aztán megmutatom, gyertek ide, álljatok az üres vödrök közré, és nézzétek, hogy ezek a buta szolgák hogy öntik a vizet vele is, amikor én szólok, hogy akkor vörössé változik. Mint amikor Mózes is ugye hirdette az ítéletet, a Nílus vize is vörössé változott. Majd én megmutatom. Semmi. Tehát az Úr munkálkodott, a borból mindenkinek jutott. A megtisztulás és a megszentelődés az Úr mindannyiunkban végzi és formál bennünket. És hogy itt az volt, hogy ennek az első jelnek az volt a célja, hogy Jézus növelje a tanítványok hitét és bizalmát. És hogy ez még a Jézus szolgálata kezdetén volt, tehát ezért kezdte erősíteni a tanítványokat. A hit látja a csodát. A csoda megerősíti a hitet. Ez volt a rendeltetése ennek a kánai mennyegzőnek. És hogyha látjuk az Úr csodálatos munkáit, akkor, hogy erősödünk a hitünkben, egyre mélyebb lesz a hitünk, ismerjük fel az Urat, az Úr minden nap tesz egy csodát velünk,
egy természetes és egy rendkívüli csodát, és hogy észre se vesszük, hogy az Úr munkálkodik és cselekszik. Itt az aligai táborban egy ilyen nagyon gyönyörű történetet kaptunk, és nagyon örülök neki. Ami az első mondat, ami úgy meglepett, és személyesen is szólt nekem, hogy Jézust nem hagyták ki a buliból. Meghívták. És nagyon sokszor Jézust kihagyjuk az életünkből, bizonyos dolgokra nem hívjuk meg. Vajon fontos-e a számomra, hogy Jézus bent legyen az életembe? Hogy ne hagyjam ki. Az én számomra nagyon hangsúlyos ez, és nagyon örülök, amikor átélem és megtapasztalom, hogy Jézus velem van. És egész kicsi dolgokban is megtapasztalhatjuk, hogy Jézus jelen volt. Itt volt egy buli, egy nagy mennyegző, valószínű, hogy azért volt hitük ezeknek az embereknek, ugye a ószövetségi hitben éltek, de az életükben jelen volt a szükség. És itt föltehetjük a kérdést, hogy milyen szükség van az én életembe. Látom-e a szükséget, sopánkodok rajta, vagy tudom azt, hogy mi a megoldás? Itt egy valaki tudta, hogy mi a megoldás, ki a megoldás, ez pedig Mária volt, és azt tudta Mária, hogy Jézus segíthet. És ugye ez, ahogy Sándor bácsi olvasta föl, hogy Jézus azt mondta Máriának, hogy nincs itt az ideje. Tudom-e azt, hogy minek van itt az ideje az életembe? Mert hogy Jézus pontosan tudta. És ez nem véletlen, hogy erre hangsúly került, hogy minek van ideje. Én úgy gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy tudjam azt, hogy itt van a megtérésem ideje. Hogy tudjam azt, hogy Jézus ezt elkészítette. Hogy tudjam azt, hogy a megszentelődés ideje itt van. Vagy hogy annak az ideje, hogy betöltessem szent lélekkel, hogy új bor legyen az életem, vagy újjászülessek. Sok mindennek elkészítette az Úr az idejét erre az alkalomra, vajon tudom-e, igénylem-e. És aztán ugye itt az üres vedrekkel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy sokszor a szegénységünk, akár lelki, akár anyagi szegénységünk, akár az ürességünk is, nem tesz bennünket szabálykövetővé. Ezeknek a vedreknek meg kellett volna vízzel telve lenni, mégpedig a messziről érkező vándorok, vendégeknek a lábait kellett volna megmosni, ahogyan Jézus megmosta, de egy kicsit lazán voltak. Hát szolgák voltak, de hát nyilván, hogy azért akkora szegénységben nem lehetett ez a pár, hogy ha szolgákat tartott, de nem volt megtöltve a veder, és hogy feltehetjük a kérdést, hogy mi is ilyennek vagyunk, hogy az Úr tanítványai vagyunk, de azért minden szabályt, minden igét nem követünk. Hogyan jöttél ide? Üresen? És azt tudod, ugye, hogyha üresen is jöttél, Jézus az, aki megtölthet. Mi a különbség a betöltött ember és az üres ember között? A betöltött ember tud adni. Az üres ember, az kiszárad. És az üresség az egy nagyon veszélyes dolog, mert olyasmi is betöltheti az embert, ami aztán hasznavehetetlenné teszi. Az jutott eszembe, hogyha itt van egy üres hordó, és azt minden nap megtöltjük vízzel, vagy a sok eső esik, és az esővíz betöltik, akkor abban lehet locsolni. És a növények ugye fölélednek, és életbe lehet őket tartani. Ha üresen marad, akkor mindenféle
szemetet belefúj a szél. És ez a szemét ott benne megragad, és már akkor hiába esik rá az eső, vagy töltenek vizet, nem lesz hasznos. Fertőzött lesz. Mivel fertőződött meg az én edényem, és van-e igényem arra, hogy újra betöltsön az Úr? Ugye senki sem születik úgy, hogy rögtön felnőtt keresztény emberré lesz, de szüksége van arra, hogy újjászülessen, és ez a Szentléleknek a munkája. És akkor van még itt, nagyon rövid leszek, kettő dolog még, amit itt fölírtam, hogy tedd meg, amit Jézus mond. Mit is mond Jézus? Hát az, hogy töltsd meg színig az üres életedet. Most meg van terítve az ige asztala. Megtöltheted színig. És ha be vagy töltve, akkor lehet belőled meríteni. Az életnek akkor van értelme, hogyha tudnak belőlem az emberek meríteni. Szeretetet, békességet, az Úr bölcsességét, ugye nem emberek szerinti bölcsességet. Tehát, hogyha színig meg vagyok töltve, akkor lehet meríteni, és Jézus azt mondja, akkor vidd. Akkor add oda, és még ez az utolsó kérdés, amit az igeolvasás körül felmerült bennem, hogy amit viszünk, és amit adunk, és az valódi, akkor akik velünk vannak, lehet, hogy nem tudják, hogy honnan van az. Hát hogy lehet, hogy egy násznagy nem tudta, hogy honnan van a bor? Hogy lehet, hogy egy násznagy nem tudta azt, hogy üresek a vödrök? Hogy lehet, hogy egy násznagy elnézte, hogy nem mosták meg a lábaikat a messzi útról érkezők? Vagy arra se volt gondja, hogy ünnepi ruhájuk legyen az esküvőn lévőknek, mert hogy ott mindig adtak fehér ruhákat. Ő nem tudta, és sokan nem tudták, hogy honnan van ez a nagyon jó dolog, de a szolgák azok tudták, ezt olvassuk, és hogy vajon én az Úrnak milyen szolgája vagyok, aki tudja azt, hogy az Úr a legminőségibbet adja, és én is azt adhatom a Szentlélek által. A legjobbat vitték, a legjobbat, a legminőségibbet adták, és a hívő életünk sajnos nagyon sokszor nem a minőségét adja. Sokszor olyan a bizonyságtételünk, olyan ige hirdetést hallunk, ami nem Krisztus központú, ami egy beszéd, egy remek rizsa, de nem a Krisztus áldozatáról szól, nem a szabadításáról szól, nem minőségi beszéd. Jézus a tanítványait, akit szintén meghívtak erre az esküvőre, erre a minőségi lelki életre készítette fel, hogy tudjanak meríteni, hogy tudják, hogy honnan lehet meríteni, és hogy azt vigyék és adják. Azért is vagyunk itt, hogy merítsünk, azért is vagyunk itt, hogy vigyünk, hogy itt adjunk valakinek. Kit is bízott rád az Úr itt? Kinek kell adnod abból a minőségi lelki dologból, amit Krisztus ad? Köszönöm szépen!